Na szóval azt a gyerekek, én Skyjok, kint éppen most között el szakadni az eső, lassan két hónapja nincsen videó, és mégis mi a fasz van? I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening, no I'm in. Na most, mégis mi történt velem, hol voltam, mert nem volt videó? Nagyon egyszerű a magyarázat. Április 5-én, őszünet kellős közepén nekem sikerült, vagyis hát nem is akkor, bocsánat, előtte való héten, péntek, szombaton, valahogy úgy megbetegedtem, és így hát elmaradt az az április 5-i videó, amit én kiszerettem volna rakni nektek, hogy nem lesz videó, ne várjátok, mert hogy érettségre kell tanulni, meg bla 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 bla, elfogadott leszek, kész, az lett volna a videónak a lényege, hogy nem lesz. És ez eddig mindig mind szép és, hát mind szép és jó, ez nyilván így nem sikerült, megbetegedtem, akkor hétfőre csak rosszabb lett, és egészen érettségi előtti héttel gyógyultam meg teljesen 100%-osra. Nyilván akkor már nagyon nem foglalkoztam, sőt, akkor már nagyon nem akartam videózással foglalkozni, inkább csak így az érettségi. Aztán szépen lement az érettségi, és utána meg, hát a szomorú hír az az, hogy nagyon összekezdjük a nem szomorúval. Amint lementek nekem az érettségik, nekem csak 3 tantárgyból kellett érettségizni, ugyanis 2-t letudtam még évelején, előrehozottan. Na most miután ezt a 3 tantárgyat én letudtam, azután a barátnőmmel úgy döntöttük, hogy kicsit lazítunk. Hát picit sokra sikerült az a lazítás. Sokra. Mindegy. Ne menjünk bele. És utána pedig neki kellett segítenem, hogy az info érettségije ne bukás legyen, illetve 2-es. Úgyhogy ezen dolgoztunk akkor. Na már most, hogyha ez még nem lenne elég, akkor hát sajnálatos módon, amikor én megbetegedtem, rá egy héttel anyukám is megbetegedt, 2 héttel pedig nagymamám és testvérem, és itt kiismerül az itt velem együtt lakóknak a száma. És a szomorú helyzet az az, hogy nyilván ez most nem személyeskedés, nem önsajnáltatás, de hát sejthetitek ti is, hogy milyen betegség volt egyébként. Nagymamám érettségi előtt 2 héttel pénteken került azt hiszem kórházba, amikor csütörtök pénteken lett bevívve a kórházba, és ott egészen hát érettségi hetén keddig volt, ugyanis hát a szomorú hír az az, hogy meghalt kett hajnalban a nagymamám, és az nem, és hogyha nem lett volna ez elég, hogy barátnőmet is fel kell készítenem infóérettségire, így most még ez is ott volt pluszban. Úgyhogy hát sajnálom gyerekek, hogy eddig nem álltam elő nektek semmilyen videóval, ez most hihetetlenül szarul jött ki ez az egész. Nem tehetek róla. Tényleg. Jó, nyilván most rám lehet fogni, hogy hát saját hülyeségből betegedtem meg. Valószínűleg így is van egyébként. De hát most, amilyen világ van, ez baland az egész, káosz az egész, úgyhogy sajnálom gyerekek, ez most így alakult, nem tudtam vele mit kezdeni, nem tudtam eddig a YouTube-bal foglalkozni, sőt, hogy őszinte legyek, a családon belüli közeli hozzátartozó haláleset is betett azért ennek az egésznek, hogy nem nagyon akartam így a kamera elé állni, meg nem nagyon volt, hát most sem nagyon van egyébként még kedvem így videót vágni, meg mit tudom én. De megpróbálok visszarázódni nektek, jönnek majd a tartalmak. És hogy ez a videó se legyen ilyen rövid, mert szerintem nagyjából mindent elmondtam, miért nem volt videó. Hogy ez a videó se legyen ilyen rövid, kicsit módosítani fogunk a mögöttem lévő setupomon. Na már most! Akkor a lényeg az, hogy itt van az asztal, és amint látjátok, itt van egy kereszt peszka a két asztalláb között, ami van a PlayStation. Na már most, ez itt baromira útba van. Nem tudok tőle rendesen ülni az asztalnál, meg a bal lábam az egyfolytában ilyen visszafelé van csukolva az egész, nagyon kényelmetlen. Úgyhogy a történet a következő. Ezt az a fő korvosolni, hogy a PS felkerül az asztalra, illetve szépen valahol a... illetve szépen a monitor mögé. Na de! Nem fektetve, hanem állítva. Jó, oké, legyen. That's what she said. Tehát, felkerül az asztal mögé. Na de!
ehhez kell nekünk egy vertical stand. Úgyhogy igen, beruháztam egy ilyenre, remélhetőleg elfér az asztalon, és nem lesz vele ott semmi baj a monitor mögött, és azt is remélem, hogy nem fog nagyon gányul kinézni. Úgyhogy a videóban még ennyit gondoltam belakni, hogy azért legyen valami tartalom is benne, és ne csak így 5 percben elmondjam nektek, hogy miért nem volt videó, aztán szavaztok mehettek útatokra. Úgyhogy én azt mondom, hogy hát először most mondanám, hogy csomagoljuk ki, de először szerintem gyorsan letakarítom az asztalt, és akkor utána találkozunk egy unboxinggal. Na, meg is volt a takarítás, és jöjjön is az unboxing, hogy mégis mit tartalmaz a doboz. Nagyon nem fogom körbeutogatni, mert hát most Isten igazából nem túl sok minden, igen, nem is fog kinézni. Érdekességem nincs rajta. Nyissuk is ki. Ott van. Aha. Ebből már nincsen semmi. Csak jól néz ki. És nézzük is. Mondom, ez az, hogy hogyan kéne összerakni, vagy valami ilyesmi. Na jó, akkor ezt is majd. És belőszük, itt nagyon stílusosan van egy csomó. Na, doboz további tartalma. Egy ilyen cuccos. Még egy ilyen cuccos. Nagyon, nagyon fasza. Nagyon minőségi. Aztán jön maga a talprész. Na, ezt nem elrakom, hogy idegesít most már. Tehát. Az pedig. Jesus. Azt a kurva. Ez jól néz ki. Sem. Olyan kemény gyereknevelős. Tehát akkor az alkotó elemek, azok így. Ezek. És most pedig megpróbálom nektek kisakkozni, hogy ezt mégis mind hogyan kéne összerakni. Jaj, bari. Ja, várjál már, ezt kéne a PlayStation is. Hagyjál az angol leírást, csak a vége van meg. És most, hogy ezzel meg is vannánk, hogy felraktuk a talpat a PS4-re, be is rakhatom a helyére, és utána pedig jöhet a kábel elrendezőt is. Ez az.
És kész is vagyunk, PS4 felkerült az asztal tetejére, innen szépen kiszedtük a kis deszkát, úgyhogy most már sokkal több lábterem lesz, hál' Istennek. És valószínűleg, vagy hát nem valószínűleg, remélhetőleg a PS4-et is többször fogom használni, mivel most már jobban szem előtt van. Tudom, hogy egy monitor mögött van, de még mindig jobb, mint ott lent. Na, egyébként a timelapse során láthattatok egy ilyen kis cuccocskát ott hátul lent a gépem mögött. Az egy KVM switch. Aki nem tudja, mi ez a KVM switch, az csak így dióhelyben annyit, hogy egy monitorról lehet, tehát egy monitorról, egy egérről, egy billentyűzetről lehet több számítógépet vezérelni. Ami régen azért került be, oda hátra, mert hogy én úgy elhatároztam, hogy lesz kettő számítógép, mert egy streamer, meg egy gaming per editing rig, ami végül nem jött össze, és lassan, hát úgy néz ki, hogy elköltözök innen, ha úgy alakulnak a dolgok, úgyhogy már mi a tököm meghagyjuk bent, szépen kiszedtem, visszartam a dobozába, felraktam fönt a szekrény tetejére a többi ilyen kis kábeles mindenes dologhoz. Nagyon nem volt semmi, úgyhogy én azt mondom, hogy ha tetszett ez a videó, akkor nyugodtan dobj rá egy lájkot, és ha szeretném még látni tőlem további tartalmakat, akkor iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el a csengőt se. Hú, de trendi. Komolyan fordítva a szót, tényleg köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és elnézést kérek tőletek még egyszer, hogy így itt hagytad titeket cserben, a szarban. Na de sem baj, egy hét múlva 25-e, úgyhogy nagy szeretettel várok titeket egy következő Rocket League? Dört három epizódban. Rocket League menős lesz a csatornán, édes Istenem. Vagy ne? Tászal azt a gyerekek, én Sky vagyok. Most kezdett el kint szakadni az eső, lassan két hónapja nincsen. Kajt! Faszom! Mert egyszerűbb dekopérfűrészsel elvágni a faszba. Ketté, ezt kiszeded. Most indítottam a felvételt, és kimész, most mész ki a konyhába, és én szörögni meg itt. Szájk!